Ez egy összetett kérdés, kutyánként is eltérő a válasz. Ennek a büntetésnek hatásosnak kell lennie. Nem attól büntetés a büntetés, hogy én azt gondoltam, hogy megbüntettem a kutyámat, hanem attól, hogy a kutyám is ezt gondolta. És az, hogy itt konkrétan milyen módszerhez nyúlok, nagyon-nagyon széles a lehetőségek tárháza. Nálunk például a második tanfolyamon kerül erről egyáltalán szó, mert a büntetés nagyon-nagyon el lehet rontani, és amikor szó kerül róla, akkor is egy ilyen több órás elméleti előadásos résszel kezdünk erről. Ami nagyon fontos, bármilyen módszerhez is nyúlok, az az, hogy konkrétan rajta tudjam csípni a kutyát azon, amit csinált. Mert hogyha én utólag büntetem, miközben ő már közben valami mást is csinált, akkor nem fogja tudni, hogy miért kapta tőlem azt a leszidást.